elkezdem, közben egy apró technikai malő támadt, még a gépen nem érzi túl jól magát, tegnap újra kellett telepíteni, meglátjuk, hogy működik-e. Ha nem, el tudom mondani a diák nélkül is, de azért azzal jobb lenne. A következő két dologról szeretnék majd ma beszélni. Most először, mivel Gyula Iván nem tudott eljönni, és egy picit én ugye erről beszéltem vele, nagyon keveset tudunk erről a kérdésről, illetve nagyon keveset szánunk rá, foglalkozunk vele, de azért igazából nem csak az a fontos, hogy bizonyos körülmények között mondjuk egy városi létformában hogy érzik magukat az emberek, hanem az is nagyon fontos, hogy ahonnan én jövök, hogy egy picit más jellegű problémák vannak az emberek hétköznapi életében, mint egy nagyvárosban. A vidék problémáiról, a vidék nehézségeiről szeretnék most beszélni, és most már látom, hogy mindjárt jó lesz. Alapvetően három területre fűztem fel azt, hogy milyen problémáink, nehézségeink vannak vidéken. Ezek egyike a mezőgazdaságnak a túlhajszoltságával függ össze, a másik az éghajlatváltozással, a harmadik pedig olyan szociális problémákkal, amit már Kerekes professzor úr említett a előadásának az elején, de azért ettől függetlenül nem árt esetleg megismételni őket. És akkor most mindjárt ki fog derülni, hogy működik-e. Igen, és akkor valószínű, hogy lesz díjasor is. Tehát nagyon sok, és én nem vagyok szociológus, úgyhogy erről óvatosan szeretnék csak beszélni, nagyon sok olyan jelenség van vidéken, ami manapság úgy megdöbbentő lehet annak, hogy talán keveset találkozik vele. Ez egy elhagyott faluba fényképezett szoba, ahonnan hát ugye minden mozdítható értéket már elvoltak, nyilván ami ott maradt, azt nem tartották értéknek. Én szeretem József Attilát, alkalmanként lesznek majd József Attila idézetek a diákon. Amikor én nagyon kisgyerek voltam, az én falumban 3500-an laktak, és ez a falu 200 évvel ezelőtt még mezőváros volt. Ma 1900-an laknak ott, és a falu jelentősen előregedett, és ugyanazokat a válság tüneteket mutatja, mint ez a falu, ahol ez a kép készült, mutathattam, hogy 30 évvel ezelőtt. És az, hogy hogyan állunk hozzá a saját dolgainkhoz, azt ez a largánfa mutathatja. Ugye valahogy így tudom elképzelni az emberiséget pillanatilag, mert minden távolabb áll tőlünk, mint a természettel való együttműködés. Csak az a kérdés, hogy a fa meddig bírja azt, hogy hány kecskét raknak rá. És ez a helyzet nem csak, hogy így fogalmazunk, egy nagyon túlhajtott környezetre, nagyon káros rendszerben igaz mondjuk egy iparvidéken, sajnos igaz a vidéki Magyarországon is. Az emberiség egy nagyon komoly harcot folytat a természettel, és most már nyerésre áll, csak ez egy olyan csata, ahol inkább nem lesznek nyertesek, hanem csak vesztesek. Az erdőirtások és az ember általános természetre gyakorolt hatása pillanatilag olyan jelentős, hogy nyugodtan elfelejthetjük azokat az elképzeléseket, amikor arról van szó, hogy hát ugyan már alig vagyunk valamik ehhez a hatalmas bolygóhoz képest. Szeretnék csak egyetlen egy adatsort mutatni, ami ezt különösen cáfolja. Nagyjából 10 000 évvel ezelőtt a szárazföldi gerinces biomasszának az össztömege az durván 230 millió tonna volt, és ennek túlnyomó többsége 99,5%-a vadállat volt, ezt mutatja a zöld, és itt a tetején az ember és a házi állatai. Vastagabb, mint amilyen vastag lenne, csak ha olyan vastag lenne, amilyen a valóságban, nem látszana. Azért raktam ide egy picit, hogy mégis látszon. Ma pedig 2015-ben, tisztelt kollégák, az a helyzet, hogy a szárazföldi gerinces biomassza ennél jóval, körülbelül 6-7-szer több, és nagyon csekély része a vadállat, sokkal kisebb, mint amennyi volt az ember elő. Ez itt az emberiség ösztömege, ez pedig a házi állatoknak az ösztömege. Tehát ezen az egy ábrán lamentálunk egy kicsit, és kellőképpen engedjük, hogy megdöbbentsen bennünket, akkor rájöhetünk arra, hogy minden beszél arról, amit gondolunk, hogy fenntarthatóság így, a cselekvés úgy, gazdaság ez az amaz, valójában nem is érinti a problémát. A természetes rendszer, mint egy fát kivágtunk magunk alól, és csodálkozunk, hogy tör. Az ember nyomait, hogyha a legkezdetlegesebb társadalmaktól nézzük, mondjuk az első édenkertet, ahogy David Attenborough filmsorozata mutatta, azt a földközi tenger vidékén találjuk meg, és mindenhol azzal találkozunk, hogy az ember olyan jelentős hatást gyakorolt az ottani ökoszisztémára, hogy ez gyakorlatilag abban a formájában, hogy létezett, megszűnt. A folyamköz, amelyik egykor
még öntözés nélkül is ellátta az első földművelő embereket, majd sivatag, ott lehet sivatagi viharfedő nevű hadműveletet játszani. Egyiptom külön történet, az asszuánig átrakta fel a koronát arra a rombolásra, amit az ember végzett, és általában a földközi tenger egész medencéjének az erdei, amik már ugye nem léteznek, csekély kivételektől eltekintve, azok szenvedték a legnagyobb károkat, és hol vannak ezek az erdők, hát várostromok, hajók, stb. Formájában tűntek el, illetve nyilván ezekkel tüzeltek, és ezekből építettek házakat. Ha szeretnénk tudni, milyen volt valamikor, akkor érdemes ellátogatni a Plitvicei tavakhoz, mert ez a nemzeti park tükrözi a természet őshonos állapotát, tehát valaha az egész Dinári hegység így nézett ki, egy szépen beállt ökoszisztémával, és ennek hát durván 80-90%-át sikerült eltüntetni itt a földközi tenger medencében. Nem kell különösebben csodálkozni azon, hogy az ember, ahogy vesztésre áll ebben a folyamatban, egyre komolyabb válságtünetekkel kerül szemben. Ha a Millennium Ecosystem Assessmentnek a jelentését nézzük, ami 1990-ig vizsgált, tehát az azóta történt károk ebben benne sincsenek, azt nézték meg, hogy különféle nagy biomokban mekkora veszteségek történtek az emberiség történetének a kezdetei óta, és az látható, hogy a mediterrán és a mérsékelt övi erdők veszteségei gyakorlatilag már kiheverhetetlenek. Az elkülönített ökoszisztémák 60%-ánál visszafoghatatlanul sérült jelzőt tapasztottak rá az Amerikai Tudományos Akadémia munkatársai, tehát itt arról van szó, hogy ezekről az ökoszisztémáktól jelen formájában búcsút fogunk venni, mert a működésük annyira sérült, hogy nem tud helyreállni. A következő nagy gondot, ami okozza, és nyilván ez Magyarországon is megvan, hiszen az Alföld erdősültsége a Kecskeméti krónika szerint, amelyik a törökkor előtt íródott, 60% volt, tehát nem az a mostani teljesen füves sziepe volt, aminek meg szántóföld, aminek most látjuk, hanem ott voltak erdők, és ezeknek az éghajlat stabilizáló hatása rendkívül jelentős volt. Tehát a táj átalakítása nálunk ugyanúgy megtörtént, mint a civilizált világ döntő része. Egyúttal az erdőírtás és újabban az ősmaradványi erőforrások égetése miatt annyi széndioxid került a légkörbe, hogy az éghajlati rendszert gyakorlatilag kibillentettük abból az egyensúlyból, amelyben 10 000 évvel van, és dacára annak, hogy itt vannak még klímaszkeptikusok, akik nyilván attól szkeptikusok, hogy életükben nem láttak egy adatsort sem, mert különben ezeket a kérdéseket már nagyon nehéz vitatni. Szóval itt találkozunk olyan jelenségekkel, amik a közeli jövőben olyan forgatókönyvek vannak, hogy a közeli jövőben ezek nem várt és rendkívül nagy gyorsaságú kaszkád eseményeket fognak maguk után vonni. De egyik ilyen az északi-sarki jégtakaró kiterjedés. Azóta van még egy negatív rekord, ez az év elhozta az újabb negatív rekordot, de nekem csak erről volt ábrám. 79 óta mérik a jégtakaró legkisebb kiterjedését is többek között műholdról, és ez az elmúlt 30-valahány év átlaga, az a sárga vonallal keretezett terület, és 2012-ben ahhoz képest ennyi volt a jég. Nem csak a felszínborítás a lényeg, hanem a jég vastagság, ami szintén folyamatosan zsugorodik, hiszen a golfáramlat egyre több és több meleget szállít az északi sark környékére. A hőmérsékleti anomália a sarkvidéken jelen pillanatban 8 fokkal magasabb, tehát 8 fokkal magasabb a hőmérséklet, mint az ilyenkor szokásos átlag. A jég nem tud olyan sebességgel visszafagyni, ahogy ebben az évszakban várható lenne, pedig ott föl is sötét van, tehát semmilyen hő ide nem érkezik a napból. Vannak ennek nagyon komoly hatásai a mi éghajlatunkra is. Mutatok egyet. Ha a sarkon nem egészen jól működik a jégszekrény, akkor a mérsékelt égő időjárásában nagy szélsőségek váltogatják egymást. Vagy ciklonokkal érkező zivatarok, vagy hosszú ideig beálló szárazságok, mint például ez a 2012-es, ha jól emlékszem, ez a Tisza-Vásáros-Naménynál májusban, júniusban és augusztusban. Tehát látszik, hogy a végén már száraz lábbal átvetett volna szinte kenyőre. És összességében, ha az északi sarkon a helyzet tovább fog romlani, mint ahogy várhatóan tovább romlik, hiszen bármilyen erőfeszítésünk dacára csak klímakonferenciából van egyre több meg üvegházhatású gázoldal légkörben. Szóval a minden ellenkező elképzelés ellenére úgy tűnik, hogy nekünk arra kell felkészülni, hogy a szélsőségek ebben a mérsékelt égőben is itt a Kárpát-medencében is növekednek, és a vidék, amely jellemzően mezőgazdaságból él, ezzel kellene, hogy valamiféleképpen ne csak szembesüljön, hanem megtalálja rá megoldást is. Akkor, amikor egyrészt, másrészt társadalmi tünetek is mutatják, hogy a vidéknek a tehát, hogy a vidéknek az egészsége, az valami furcsa oknál fogva, amit a legtöbb szociológus a TSS-ítésben, mint befejező mozzanatban vél fölfedezni, tehát, hogy a vidék gerince az valahol megtörött. A
falvak előregedőben vannak, a fiatalok elvándorolnak, magas a munkanélküliség, sokan ingáznak vagy alvó településnek használják a települést, és természetesen ott, ahol a szegénység felüti a fejét, általában annak a családok is megisszák a helyét. És akkor ezek még csak olyan tünetek voltak, amikhez én annyira nem is értek, most az éghajlathoz persze egy kicsit találjuk van, ezek a szociológiai tünetek azt mutatják, hogy valami komoly gond van, hogy az emberek nem tudják, vagy nem akarják azt csinálni, amit egy-két évszázadon keresztül sikerült. És az utolsó dolog, amiről még itt szeretnék beszélni, az a mai mezőgazdaságnak a keserű állapot. A pillanatnyi talajművelés, amit mi éppen végzünk, az ilyen monstrumokkal történik, tehát ehhez képest például a mi kis gazdaszövetkezetünkben lévő traktorok azok játékszerek. És itt a legfontosabb dolog, amit ez mutat, az, hogy igazából a talajban a természetes szénkörforgást megtörjük, és a természetes szénkörforgás megszakadásával egy csomó bomlóanyag szabadul fel, amiből széndioxid és metán jut a légkörbe, és természetesen humusz veszik el a talajból, a jelentős, nagy mennyiségű bolygatásnak köszönhetően. Az átlagos technológiában egy mezőgazdasági területet egy évvel legalább háromszor megmozgatnak, de inkább többször. A Gödöllői Egyetem mérései alapján egy Csongrád megyei terület humusztartalma az 1860-as 10%-ról mára 2% környékére csökkent, és ez nem is olyan sok. Nálunk, a mi falunkban vannak olyan táblák, ahol 1% alatti a humusztartalom, tehát ez a föld gyakorlatilag halott. Még egy érdekesség. Azzal, hogy megszakítjuk az anyagkörforgást, ami egyébként a természetben magától fennáll, és ez azért van, mert ugye a terményt és újabban már a mellékterméket is elvisszük a szántóföldről, azzal egy csomó anyagot kivonunk onnan, és ezt nem pótoljuk vissza, mert nitrogént, foszfort meg káliumot pótolunk, ugye, ha pótolunk valamit, ez a három legelterjedtebb nitrágyafajta, de nem pótoljuk például a mikro és makroelemek döntő többségét, így állhat elő az a kétségbejtő helyzet, hogy 3 perc, hogy a burgonya vastartalma 110 mg-ról 5-re esett az elmúlt 60 évben, a kukoricáé 78 volt 15-re. Hát ezek a válságtünetek, és hát akkor keressünk valamiféle kiutat. Ez nyilván idősebbek ismerhetik, de a nőnöktársat is odaírtam alá, van egy könyve, hogy mi a teendő. Nyilván a társadalmi válasz az nagyon sürgető és fontos. Olyan közösségeket kell létrehozni, amik a régi gazdaszövetkezetek mintájára alapulnak, amelyekben olyan természethű feldolgozóipart használnak és építenek ki, ami helyben termelt élelmiszerek lehetőleg, ahogyuk vagy a vetőmagtól, vagy a földtől, a boltok polcáig egy integrált közösség kezében vannak, ezért abban nem tud kívülről semmilyen felvásárlóéket venni és elvinni a hasznot. Ugyanis jellemzően nálunk a gazdaszövetkezetben van tehenészet is. És az elszállított marhán a kereskedő egy nap keres annyit, mint mi 9 hónapi munkával, és ez biztos, hogy nem jó. A másik dolog, hogy meg kell állítani a talajban a humusztartalom vesztését, méghozzá olyan okszerű gazdálkodással, aminek a kereteit az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában már régóta használják és kidolgozták, hogy akkor is borítva legyen a talaj növényekkel, amikor egyébként az nem főterménnyel van borítva, tehát ne legyen állandóan a föld csupasz úgymond, mint a szántás. Aztán próbáljuk meg vetni a takaró növény elhalt maradványaiba, mulcsozzuk a talaj, és az élő gyökerek segítségével növeljük a talajban a humusztartalmat. Ha ezeket sikerül megvalósítani, akkor lehetségesek olyan példák, mint amiket a hátralévő egy percben fogok mutatni. Nálunk a gazdaszövetkezet összesen 60 hektáron gazdálkodik, tehát nyilván ahhoz, hogy vidéken újra munkahelyeket teremtsünk, nekünk legkisebb gazdáknak kell megoldani azt, hogy a feldolgozóipar megérkezzen kis manufaktúrák keretében, mert a nagy gazdák megélnek enélkül is. És hát nyilván lehetne beszélni földosztásról, meg hasonló, de nem szeretnék olyan fogalmat említeni, ami már nagyon messze vezet az előadásból. A mi gazdaságunk, most ne a parasztot nézzék, hanem a zöldet, tehát a mi gazdaságunk az alapvetően kísérleti parcellákon foglalkozik már ilyen takaró növények vetésével, és az a tapasztalatunk, hogy ezeknek jótékony hatása van a talajra, a termés átlagra és nyilván a pénztárcákra is, mert kevesebbet bolygatjuk a talajt. Vannak Franciaországban olyan kezdeményezések, ahol a táblákat megszakítják fasorokkal, ezt agrárerdészeti rendszernek hívják, így néz ki nagyban, és így néz ki kicsiben nálunk. Ez a kaszáló 3-10 hektár és 3 oldalról erdővel van körülvéve. Amíg a nagy kaszálókon lenne a faluban általában 2-szer tudnak kaszálni, mi 3-szor, kicsit csapadékosabb évben 4-szer is, mert az erdő páracsapda hatású, és ez látszik a hozamon. A következő az az, hogy a tájat mozaikolni kell a terepadottságuknak megfelelően, és a vizet
Ha van rá mód, akkor a tájban megtartani, erdősávokkal, fasorokkal és így tovább. Így néz ki nagyban, és így néz ki nálunk kicsiben. Ez a szántóföld, ez szintén 3,1 hektár, júliusban vetett másodnövény kikelt, és a júliusban vetett másodnövény szeptemberben választjuk. Tehát erről a területről olyankor, amikor máshol nem tudnak vetni, kétszer értünk el szénakarra. Így néz ki például, hogyha van egy belvízfoltunk, így néz ki a szántóföld, ott nagyon erőszakolják mindig a szántást, de 10 évben 8-szor megáll a víz, nem érdemes. A szántót így lehet fölmozaikolni, ahogy ezen az ábrán lehet látni, ezt Molnár Gézáék csinálták a kormányságban, az ormányság program keretében. A szövetkezetünknek 10 tagja van, ebből 7 aktív gazda, 3-an pártolótagok, és összességében igyekszünk megvalósítani azt a gazdálkodási módszert, amit itt elmondtam, a társadalomra gyakorolt kedvező hatást most kezdjük gyakorolni, majd amikor az első üzemegység elindul, akkor tudunk felvenni először embereket, és szeretnénk majd nyilván egyetemi keretek között mérni a talajnak mindenféle adottságait. Nem mindig és nem mindenhol sikerül nekünk se szántás nélkül dolgozni, akkor kapunk egy táblát, azt először mi is felszántjuk, és utána kezdünk el vele szántás nélkül dolgozni. Ezt csak azért tettem ide, hogy megemlékezzek apukáról, aki a TSZ-nek, a szövetkezetünknek az elnöke, ő ül a traktorban. Gyakorlatilag remélem belefértem az időbe, ennyit szerettem volna mondani, és egy újabb ilyen tagolt tájnak a képével zárom az előadást. Köszönöm szépen!